Mit tegyen egy tini, ha elveszíti az okmányait, hogyan épül fel a magyar közigazgatási rendszer, és várják-e ebben a friss diplomásokat? Ezekről a kérdésekről szólt az a rendhagyó osztályfőnöki óra, amit az Országos Közigazgatási Napon szerveztek a 18. kerületben. Az órának a Karinti Gimnázium adott otthont. A gyerekek egyrészt nem ismerik a bürokrácia útvesztőit, következésképpen biztos, hogy szembesülni fognak egyszer azzal, hogy elvész az útlevelük, személyük, vagy ellopják, ne adj Isten, úgyhogy hova és kihez kell fordulniuk, hát ezért gondolom, hogy praktikus tanácsokat fognak kapni. És valóban praktikus tanácsokat adtak Hodruszki Csaba, a kormányhivatal kerületi vezetője, előadásában nem csak a hivatalos ügymenetről, a kormányhivatalok rendszeréről, és például a nemzetközi diákigazolványról beszélt, hanem arról is, várják a közigazgatás iránt érdeklődő fiatalokat a kormányhivatalokba. Pályaválasztás előtt állnak, hiszen ezek 18 éves diákok, és akkor, ha éppen nem sikerül nekük egy felsőoktatási intézménybe menni, akkor merre tudnának elindulni az életben. A diákok érdeklődve várták a szokatlan alkalmat. Igazából még nem veszettem el soha, de tudom, hogy mit kell tenni, ugye be kell menni az okmányirodába, és akkor ott intézkedni fognak. De mindenképpen hasznos lesz, ugye, mert részleteket nem tudunk erről. A rendhagyó osztályfőnöki órán bemutatott ismertetővel szeretnék felkeresni a kerület többi középiskoláját is, hogy a kormányhivatal valamennyi pályaválasztáshoz közeledő diákkal megoszthassa az ismereteket.